Sziasztok! Ismét egy olyan terméket hoztam nektek, amit Kínából nevetséges áron lehet beszerezni. Ez nem más, mint egy okos óra, kb. 2000 forintért. Na de nézzük is meg, hogy mit kapunk ezért az összegért. A csomagolás kissé viseltes, elég gyenge anyagból van, ezért ez a pár ezer kilométeres út meg is látszik rajta. A dobozban külön rekeszben a szíj és az óra, valamint kapunk hozzá egy angol nyelvű használati utasítást. A szíj első ránézésre egész jó minőségű, nincs rajta feltűnő hiba. Az óra természetesen nem feltöltött és használatra kész állapotban érkezett, már én állítottam be, jobban mondva töltöttem fel és párosítottam össze a telefonommal. Ezek után az időt és a dátumot automatikusan leszinkronizálta. Tölteni egy USB-s adapterrel lehet, 230 mAh-s akkumulátor van benne a gyári adatok szerint, ami nagyon gyorsan feltöltődik, kb. Fél egy óra alatt. Okos órához méltan van benne lépésszámláló, vérnyomás és véroxigén figyelő, azt azért senki ne vegye hiteles adatnak, amit mutat, tájékoztató jellegű, egy körülbelüli értéknek felel meg. Az óra alsó részén van egy érintésérzékeny pont, itt tudunk lépkedni a menüben. Az órához a Fit Pro nevű alkalmazást kell telepíteni, és azon keresztül kell összepárosítani az eszközt. Nem volt bonyolult, kb. Fél perc alatt megvolt. Amennyiben szeretnénk, hogy az óra kijelezze a hívásokat, üzeneteket, mind engedélyezni kell az Android alkalmazás kezelőben és az alkalmazásban is. Ezen kívül tudjuk használni a telefon kamerájának távoli vezérléséhez, mély alvásfigyeléshez éjszaka, zenevezérléshez. Összességében többet nem is várhatunk szerintem, működik minden funkciója, kényelmes a viselete. Garanciát azért ne nagyon várjon el senki ennyi pénzért, főleg úgy, hogy a postaköltség is benne volt az árban, szerintem teljesen vállalható. Amennyiben valaha is érkezik hozzá szoftver frissítés, arra is van lehetőség, de ne fűzzünk hozzá nagy reményeket. Ennyi lett volna ez a kis rövid bemutató. Ha tetszenek az ilyen jellegű tartalmak, légy szíves jelezzétek azt a videó alatt egy lájkkal, és találkozunk legközelebb egy újabb érdekes részben.